műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztér vendége Molnár Tamás, a 4-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket is. A beszélgetésünk apropója az, hogy nem olyan régen elfogadta a közgyűlés az idei évi költségvetést, így már nagyjából kiderült, hogy mennyi összegek juthatnak fejlesztésekre egy-egy városrészben. Mi a helyzet az ön városrészében, mire lehet számítani? Szerencsére azt elmondhatjuk, hogy és szerintem ezt polgármester úrtól is lehetett már hallani, hogy tavaly júliusban, amikor elkezdtük tervezni a költségvetést, akkor egy sokkal borúsabb képet festettünk így erre az évre, és azt szerencsére elmondhatjuk, hogy azért kicsit rugalmasabban tudjuk most már kezelni ezt az idei költségvetést, annál, mint amit akkor gondoltunk, és ez érvényes a körzetekre is, így az én körzetemre is, a 4-es számú választókörzetre, a vasút környékére és a belvárosnak a peremére, hiszen nagyságrendileg 50 millió forint forrás áll rendelkezésre most a körzetben egy nagyobb fejlesztésre, illetve rendelkezésre áll az a forrás, ami minden évben eddig, még a Covid alatt is adott volt, hogy olyan kis fejlesztéseket, kis komfortérzet javító fejlesztéseket csináljunk, amelyek a lakossági igények alapján, a beérkező igények alapján tudnak megtörténni. Gondolok itt padok szemetesek kihelyezésére, kisebb munkák elvégzésére, javításokra, ne adj Isten, amikor valakinek kell egy kis segítség, mondjuk földet, vagy egyéb eszközt szeretne, hogy gondozza a kis kertjét a társasház előtt. Szóval ezekre is jut forrás. Tavaly júliusban még úgy nézett ki, hogy lehet, hogy ez a forrás sem lesz meg, úgyhogy én azt gondolom, hogy optimistán tekinthetünk erre az évre is. Főleg, hogy azért tényleg sok körzet van, amiben akkor most ezek az 50 millió forintok elköltésre kerülhetnek. Ha a körzetet nézzük, elég sok minden történt az elmúlt időszakban, így az eddigi években, az eddigi tényleg eltelt időszakban. Gondolok itt mondjuk a vasútállomás környékére, ugye ott épült egy felüljáró, miért is volt erre szükség? A felüljárónak igazából egy komplex feladata lesz, ami értelmét most fogja elnyerni, hiszen a parkolási problémák megoldása lesz az ő fő feladata, hiszen a felüljáró másik oldalán egy több mint 150 autónak alkalmas parkolóhelye kerül kialakításra, és így nem kell egyébként bejönni majd a Horváth-Széchenyi kereszteződésen keresztül a vasúthoz. Ez mind forgalomcsökkentést fog eredményezni, mind pedig a parkolási problémák megoldását fogja jelenteni, hiszen látjuk azt, hogy a vasúti közlekedés kihasználtsága egyre magasabb. Az a parkoló, amit nyitottunk a régi MÁV felvonási területen, az gyakorlatilag most már tele van. Ott majdnem 300 autó tud megállni ingyenesen nap mint nap. Az gyakorlatilag az ingázóknak a parkolóhelye. Most ez még kibővül 150 parkolóval. Én azt gondolom, hogy 4-500 parkolóhelyel azért most már biztosítani tudjuk azt a feltételt, hogy azoknak, akik Budapestre járnak föl reggelente, azoknak biztosítva legyen a parkolása ott a környéken, és nem terhelik így azokat a területeket, amelyek a közelben élő lakók komfortérzetét nehezítette egy picit, bár itt a parkolási övezetbe vonás az egy kicsit segített ezen, de tudatosan az volt a célunk, hogy egy picit rávegyük az ingázókat, hogy ezt a parkolót használják. Igen, én akartam is kérdezni egyébként, hogy ott azért a parkolási zónák azért ott kialakultak a környéken, hiszen ott a Kodály iskola melletti utcában szerintem ott azért sokan kérték, hogy hát legalább a gyerekekkel meg tudjanak állni reggel, és délután fel tudják őket venni. Igen, ilyenkor nagyon fontos, hogy a parkolási övezetbe vonás ezeken a lakóövezetekben, ezekben kifejezetten forgalomszabályzás céllal jönnek létre, és lakossági kérésre születnek. Én az utolsó nagy parkolási övezet átalakításakor is azt kértem a lakóktól, hogy segítsenek nekem azzal, hogy a társasházi közgyűlések a lakók aláírásokkal bizonyítsák azt, hogy számomra is, hogy ők akarják ezt a parkolási övezetbe vonást, hiszen látni kell azt, hogy ezekben az övezetekben a megtérülése az konvergál a nulla felé ezeknek a parkolóvezeteknek, tehát itt nem díjat szed be kvázi az önkormányzat, hanem neki költsége van ezzel,
a parkolőrek biztosítása, a totemek biztosítása igen nagy összeg, és a lakossági bérletek kiváltása nem hoz annyi bevételt. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tudjuk biztosítani az ott élőknek a parkolását, akár napközben, akár egyébként ezzel csökkentve az estére ott maradó parkolóautók számát, és így este is egy picit javítsunk a helyzeten, de azt látni kell, hogy, és az esti parkolási problémákból jól látható, hogy a legtöbb parkolási probléma most már ott van, hogy az egyfőre egy lakásszámra jutó autók száma az már lassan kettő, sőt, sokszor három darabra rúg, és az azt jelenti, hogy este nem tudnak parkolni, tehát ők, a lakók okozzák saját maguk a parkolási problémákat. Ez egy oldalról nagyon jó, hiszen azt jelenti, hogy fejlettségben ott tartunk, hogy egy háztartáson belül három autót is fent tudnak tartani, másik oldalról viszont ezeket a tereket a 60-as években nem erre tervezték. Kicsit szűk lakótelepi körzetek nem alkalmasak ennyi autó tárolására. Ugye a vasútállomás környéke az egy elég fontos része így a városnak, intermodális csomópont tervek is vannak. Mi a helyzet most ezzel az intermodális csomóponttal? Az intermodális csomópont megtervezése megtörtént, lakossági fórumokat megtartottuk, társadalmi egyeztetésen ment végig, és én úgy gondolom, hogy egy olyan terv került aztán a végső tervezőasztalon bemutatásra, ami mindenkinek, az ott lakóknak, a városlakóknak, mindenkinek megfelel, és egy nagyon nagy segítséget fog tud nyújtani. Még a beszerzés is megtörtént, a közbeszerzés is megtörtént, igazából a forrást kell hozzárendelni, azt tudjuk és látjuk, hogy most azért mindenhol nehezebb a források megtalálása, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez egy-két éven belül el tud indulni, és a források megérkeznek, és meg tudjuk valósítani ezt az intermodális csomópontot, ami egyébként szerintem egy európai Fehérvárhoz mérhető nagyvárosnak mindenféleképpen egy nagyon fontos eleme. Ugye ott a vasútállomás környékén van, és ha már itt az intermodális csomópontról beszélünk, akkor ott van ugye a vasvári iskola. Mi a helyzet a gimnáziummal? Mi lesz azzal az épülettel? Hol tartunk most ebben a történetben? A gimnázium kapcsán is nagyon sok egyeztetés történt szülőkkel, tanárokkal, és az a végső megoldás született, hogy az iskola marad, az intermodális megtervezése is ennek tekintetében történt, tehát az iskola ott marad, bővítésre és felújításra fog kerülni, tehát ott is szerintem lassan be tudjuk jelenteni majd azt, hogy ennek a fejlesztése elindul. Itt is azt várjuk csak, hogy a szűkös gazdasági helyzetből való picit való kilállás a kormányzati szinten is megszűlje azt a döntést, hogy támogatásra ítélje most már ennek a felújítását. Én azt látom, hogy ez is jó úton halad. Kisebb felújítások azért már vannak az intézményben, ha jól tudom, akkor az ablakok cseréje az már például talán le is zajlott. Igen, azt egy energetikai forrásból meg tudtuk valósítani, hogy az ablakok cseréje elindult. Én azt gondolom, hogy pont ezért is látható az, hogy ennek a fejlesztése elindult, akkor ez meg is fog valósulni. Ugyanúgy megtörtént a Kodály Zoltán általános iskolába is szembe, Átelembe, és ott is ugye egy európai uniós forrásból történt egy bővítés, egy felújítás. A város pedig segített és saját forrásból a külső homlokzatot is és a nyílászárókat is kicseréli. Én azt gondolom, hogy befejezve majd azt a fejlesztést egy szép új iskola képét fogja mutatni a Kodály, úgy azoknak is, akik a vasútról kívülve találkoznak majd ezzel. Igen, az majd valamikor megvalósul, de most már amit tényleg látványos, és amit már át is adtak, az ugye az új tornateremnek, vagy az új tornacsarnoknak az épülete. Mi minden valósulhatott meg ott a tornacsarnokot tekintve? A tornacsarnok az egy régi hiányt pótolt, hiszen egy nagyon pici tornaszobája volt a Kodálynak, és régóta vágytak arra, hogy egy rendes tornateremben tudjanak a gyerekek a testnevelési órákat testnevelésokkal részt venni. Viszont nem csak erről szólt a fejlesztés, hanem új tantermek is kerültek kialakításra. Tudjuk azt, hogy a Kodályban nagyon telített a termeknek a kihasználtsága. Ez nagyon jó hír, hiszen sokszor most arról hallunk, hogy kevesebb diák jelentkezik egy-egy iskolába. A Kodályban ez a probléma nem lép fel, folyamatosan jók a jelentkezési adatok, ami azt jelenti egyébként, hogy gyakorlatilag volt, hogy a igazgató irodába kellett megtartani egy-egy tanórát. Ezt most azért tudjuk javítani, és olyan termek is kerültek ki az tornaterem fölött és mellett, amelyek segítik egy picit ezt a nehézséget is javítani az iskolában. Én azt gondolom, hogy a város mindent megtesz azért, hogy az oktatási intézményei annak ellenére is szépek és felújítottak legyenek, hogy már nem a város a fenntartója ezeknek az épületeknek. Ha a körzetnek az utcáit nézzük, akkor mely utcák
újulhattak meg? Mi minden történt ezekben az utcákban az elmúlt időszakban? Nekem nagyon-nagyon fontos, mondhatni, árzpolitikám volt az a körzettel kapcsolatban, hogy próbáljunk meg mindenhol látható javulást felmutatni a működésem során. Ugye 2014 óta azt most már kijelentetjük, hogy nagyon-nagyon sok nagy fejlesztés valósult meg, és most már ott tartunk, hogy a nagy utak, a gyűjtőutak, vagy jobban, erősebben használt, forgalmasabb utak, azok megújultak. Most tudunk egy picit a kisebb, eldugottabb helyek felé nyitni, és ott is úgy szerettem volna, és ez volt az én kérésem is a Városgondnokság felé a fejlesztések során, hogy mindenhol tudjunk egy picit javítani. Így a Deák Ferenc utca egyik oldala teljesen megújult az elmúlt pár évben. A tavalyi évben el tudtuk kezdeni a másik oldalát a Deák Ferenc utcának. Ez folytatódni fog, és most idén a régi ígéretünket fogjuk beváltani. Az Erzsébet utca és a Lövölde utca környékén fogunk felújítást kezdeni. Éppen azért mindig abban gondolkozom, hogy ütemesen tudjunk haladni, hogy nem nagy egyszerre húzódó fejlesztéseket csinálunk, hanem egy-két évre elosztva fejlesztünk egy területet. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években, hogyha tudjuk folytatni ezt a munkát, akkor ezek a fejlesztések mind a Deák Ferenc utca, mind pedig a Lövölde József Attila utca tekintetében be fognak fejeződni, és szeretnék eljutni addig a komoly problémáig, hogy azon kelljen gondolkozni, hogy a következő fejlesztés hova vigyük, hiszen akkor azt tudjuk mondani, hogy minden megújult a körzetben. Mi a helyzet a Lövölde úttal, ugye ott, vagy utca, nem tudom, hogy most út vagy utca, de hogy ott ugye van egy korlát, amit, vagy kerítés, amit ugye lebontottak. Ez most hol tart? Mi történik ott? Ez a kerítés egy nagyon régi kérdése az ott élőknek, és nem csak azoknak, akik a kerítésen belül laknak, hanem azoknak is, akik kívül, hiszen sokszor jelezték nekem az elmúlt hónapokban is, hogy nem szeretnek arra sétálni, mert veszélyesnek találják ezt a kerítést. Én a Városgondnok úrral tavaly ősszel, illetve idén tavasz elején egyeztetést folytattam az ott lakókkal, egy lakossági fórumot tartottunk, ahol szerencsére a lakóknak a 80%-a részt vett. Én szerintem ez nagyon jó arány, azért ritka, amikor lakossági fórumon ilyen arányban részt vesznek az ott élők, de látszik, hogy ez nekik fontos volt, ez a kérdés. És egy nagyon-nagyon konstruktív megbeszélés során egy jó megegyezést tudtunk együtt a lakókkal együtt megbeszélni és letenni az asztalra. Ennek folyamányaként indult el ennek a történetnek a kivitele, ami abból áll, hogy a kerítést, mivel balesetveszélyes volt és gyakorlatilag helyreállíthatatlan, nagyon komoly statikai hibákkal bírt már, lebontjuk, de nem teljesen, hanem egy ilyen, meghagyjuk egy ilyen térdigérő, vagy ilyen lábazatigérő szinten, mint ahogy egyébként a Lövölde úton máshol is. Ezt renoválni fogják a Városgondnokság emberi, illetve abba egyeztünk meg, hogy egy sövény sort fogunk telepíteni gyorsan növő sövényekkel, ami fogja egy kicsit és védi az ott benn élőket. Ennek nagyon örültek az ott élők is. Én nagyon örülök nekik, hogy ilyen konstruktívan együtt tudtunk működni az ott élőkkel, és szerintem mindenki számára megfelelő döntés és megoldás született. Nagyon fontos, ezt mindig elmondom, hogy azokon a problémákon tudunk segíteni, és olyan egyességeket tudunk kötni a lakókkal, önkormányzat és akár a képviselők a lakók együtt, amely problémák a tudomásunkra jutnak, és amely problémák megbeszélésen, egyeztetéseken alapulnak. Tehát különböző híroldalakról, vagy közösségi oldalakról eljutott hírek, azok nem a megegyezésen és a megbeszélésen alapulnak. Minden képviselő nevében mondhatom szerintem jó magam is, hogy a telefonszámom az nyílt, elérhető, elérhetőségeimen lehet keresni, és ezek a problémák, hogyha hozzám beérkeznek, akkor biztos megoldásra fognak kerülni. Igen, ezt pont akartam kérdezni, hogy hogyan lehet tartani a kapcsolatot önnel, de akkor így, ahogy most elmondta, és általában meg is találják akkor a problémákkal, gondolom én, a lakók. Én nagyon örülök annak, hogy egyébként igen. Tehát, hogy én annak a híve vagyok, hogyha kapok egy telefont, egy e-mailt, akkor azt ne várjuk meg a kötelező fogadóra, meg az ilyen intézményesített lehetőségeket, hanem én akkor egyből próbálok a megoldás felé terelni az ügyet, és szeretném ilyenkor vagy helyszínen megtekintjük az ott élővel, vagy a közös képviselővel a problémát, vagy hogyha már tudom, akkor egyből a Városgondnoksággal együtt ezt intézzük is, úgyhogy mindenkit arra búzítok, hogy telefonon, e-mail
e-mailben, vagy akár Facebookon nyugodtan keressenek, megírjanak rám, és akkor biztos, hogy megoldást találunk a problémára. Legalábbis keresünk, az biztos. És fogadóra nem tudom, hogy szokott lenni, de esetleg még az is jó lehet. Szoktunk fogadórát tartani, minden képviselő. Én minden hónap első keddjén 15 órakor az Erzsébet 12 szám alatt tartok fogadórát, de mindig azt mondom, hogy nem kell azt megvárni, hanem tessék nyugodtan telefonon, e-mailben vagy egyéb más formákban keresni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt itt én a köztérben. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Molnár Tamás, a 4-es számú választókörzet önkormányzati képviselője. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.